Fodor Gábor szerint vészhelyzet van az egészségügyben. A Péterfi Sándor utcai kórház előtt elmondta, hogy megválasztásuk esetén azonnal 80 milliárd forintot biztosítanak a kórházi problémák kezelésére. Diplomás minimálbér javaslatuk az orvosoknak is biztosítaná a 100 000 forintos kezdőfizetést. 200 kórházlátogatót is megkérdeztek. 81% kevésnek tartja az egészségügyi személyzet létszámát, 60% elégedetlen a gyógyszerellátással, 80% ad hálapénzt, és 70% gondolja, hogy rossz állapotban van az épület. És ezek voltak a látogatók, ezek nem a betegek. Teljes tisztelet mellett, hogy én meg kell jegyeznem, hogy már 95-ben is vészhelyzet volt a magyar kórházakban. Én ezt tapasztaltam saját magam is, de abban az időben jelent meg a Magyar Orvosi Kamara elnökének egy nyilatkozata, tehát akkor, amikor még az MSZP-SZDSZ kormányzat volt uralmon, és annak az a nyilatkozat azt tartalmazta, hogy milyen az ideális egészségügyminiszter? Milyen volna az ideális egészségügyminiszter Magyarországon? Két fő ismerve, mérve volt az orvosi kamara elnöke szerint. Az egyik az, hogy járt már házi orvosnál, a másik az, hogy bemerne feküdni egy magyar közkórházba. Na most ez volt 94, 95, 96, 97-ben, úgyhogy ezzel vessük össze az, hogy most vészhelyzet van. Csak ennyi. Abszolút nincs vészhelyzet. Hallottam egy ilyen történetet, hogy a Növéke van a fővöshöz, az Egyeske rosszul van. Növéke az Egyeske csak azt hiszi, hogy rosszul van. 5 perc múlva jön vissza a Növéke, fővös úr, az Egyeske nagyon rosszul van. Növéke az Egyeske csak azt hiszi, hogy nagyon rosszul van. Egy fél múlva jön a Növéke, fővös az Egyeske azt hiszi, hogy meghalt. Előtt eszem, hogy ez a magyar egészségügy körülbelül olyan, amikor ül a beteg az orvos előtt, aki úgy, doktor, kérem, nagyon nagy baj, azt, hát nagy bajról akkor beszélhetnénk, ha én lennék olyan állapotban, mint maga. A Fidesz választási győzelme esetén Orbán Viktor kisebb kabinetet állítana fel. A kormányfő szerint 9-10 minisztérium is elegendő lenne a jelenlegi 15 tárcával szemben. Most ebben az a szép, ugye, hogy ez a 15 tárca úgy lett emlékeim szerint, hogy volt egy ember, aki megnyerte a választásokat 98-ban, igen. Szétválasztották a szociális, egészségügyi, család, nem tudom én, aztán nemzeti, kulturális örökség, oktatás, tehát szaporodtak, sőt, Dars Tamásnak is csináltak egy múzeumot, minisztérium. Pár múzeumot csináltak, neki is lett egy virtuális minisztérium, ez is megtörtént. Most ehhez képest, most 4 év után rájön, hogy a fele is elég lenne. De ezt a műsort azért kritizálják, hogy nem eléggé kormánypárti. Én hoztam nektek egy Fidesz jászlót. Olvassátok el. Na? Jövőre szavazz egy jobb jövőre. Maguk is látják. Ez a Fidesz kampány jelszavot, ezt a 93-as debreceni kongresszuson kaptam. Csak még én megtartottam. Egyébként az Orbán Viktor védelmében ezek koalíciós kényszer volt, hogy a kis gazdákat kielégítse, és így volt egyszerű őket kielégíteni, hogy csinált nekik néhány minisztériumot. Más is csinálhatott volna nekik, de Akkor soroljuk csak ezeket a minisztériumokat. Kis gazda minisztérium melyik? Pár. A kélek, de nem. Amelyeket ketté választottak, tehát a családügyi minisztérium kis gazda, vagy esetleg az egészségügyi, vagy az egészségügyi kis gazda? Fejlesztés, meg ezek. Vagy a, vagy a kulturális kisgazda? Olyan nincs, kulturális kisgazda. Vagy az oktatási kisgazda? Ha belebonyolódtatok büntetésből, föl is olvasok, találjátok ki mondta. Mi olyan Magyarországon szeretnénk élni, amelyet bármilyen világnézetű polgára magáénak érezhet. Mi azt szeretnénk, hogy a nemzet ne csak múltjára, de a jövőjére is büszke lehessen. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. Ez is ugyanezen a papíron van. Neked adom. Tanulmányozzad. Előző hírhez azt írtam, hogy ugye, hogy 9-10 miniszterem, ha elég lesz 15 hét, én felírtam, hogy elég lenne egy is. Pontosan elég lenne maga Orbán Viktor, maximum még egy országimás központ, meg az Ezüsthajó Kft. Aztán az ország működjön, ahogy tud. És itt azt is mondta, hogy szigorú takarékosságot vezetünk be a közpénzek felhasználásában. Igen, de akkor biztosan tudta, hogy nem fognak nyerni, akkor könnyű volt.
Kaltenbach Jenő kisebbségi ombudsman szerint minden hetedik végzős pedagógus kifejezetten rasszista és megrögzötten előítéletes. 38%-uk erősen előítéletes, további 14% pedig enyhén előítéletes. E három csoport a megkérdezettek kétharmada. Az oktatási tárca szerint a felmérés nem volt reprezentatív, ezért ők is megmérik az adatokat. Keveslik ezt a minden hetediket. Mire volt ez a négy év? Tehát ez a pedagógus hallgatók a nagyon sértő, ebből nagy balhé lesz, mert tulajdonképpen hogy kész egy ilyen felmérés, hát senki nem mondja azt, hogy én másodrendű állampolgárnak tekintek valamit, valakit, bocsánat, már szörnyű földizmus, hogy... Hogy mit akarsz mondani? Azt akarom mondani, hogy hát ha úgy teszik fel a kérdéseket, akkor persze, hogy jó ember vagyok. Tehát ezek valamilyen tudatalatti dolgokra kíváncsiak. Ja, nincs ebben semmi tudatalatti, hogyha például ez a Jáksó kisebbségi volna, akkor én is előítéletes volnék. Megfigyeltem, hogy a Láncsa Pista most nem is nagyon szól hozzá. Azóta nem tudtad kialudni magad? Vagy? Kérlek szépen! Nézzük történelmileg, ugye koronnál fogva a legfogékonyabb éveimet abban az időben töltöttem, amikor felmenőim és a környezetemben élő felnőttek általában a csengőfrász nevű betegségtől szenvedtek erőteljesen. De én akkor még gyermek voltam, és nem tudtam pontosan ennek a csengőfrásznak a bibenlétét átlátni, de az az egész szihés nyomás, ami úgy a környezetemre nehezedett, az az én fogékony, törékeny, kicsi lelkemet is alaposan megviseltem, megtaposta. De hát azóta eltelt 50 esztendő, ha lehet így mondani. Ez alatt az 50 esztendő alatt én ezt valahogy lassacskán kihevertem. Tehát elmúlt ez az óriási nyomás, ami kisgyermek koromban rám nehezedett, ez elmúlt, szép lassan elment. Míg nem egyszer a közelmúltban csengettek hajnalban, és az egész visszatért azóta. Tehát tulajdonképpen, na mindegy, el is mondtam, tehát lényegében ez a válasz. Értem. De miért nem azt csináltad, hogy ketté bontod ezt a betegséget? A csengőfrászt. A Jáksó csöngette, meg azt neki egy frászt. És akkor dolog el van is. Kupa Mihály elnökletével Centrum néven új párt alakult. Az új szervezet teljes neve Centrum, Békejobb, harmadik oldal Magyarországért Egyesület, Kereszténydemokrata, Zölddemokrata, Összefogás Magyarországért. Mire megtanulod a nevét, vége a választásoknak, mi? Szörnyű. Vélem Centrum hétfő, az egyszerű, nem? Hát, de ennek semmi értelme. Az jutott eszembe, hogy amelyik megtanulja, az miniszter is lehet az önnel, nem? De hát ennek mi értelme van? Hát? De figyelj, ugyanúgy értelmes, hogy Zöld Centrum, harmadik összefogás, Egyesült Béke, Jobb Demokrata, Oldal Magyarország. Keresztény. Teljesen. Rövidítésed, BKHOM, MEG, CBHUMEKKDNPZDÖM. Cégbíróságon biztos azt mondták a kupának, ez a névvel tessék reggel jönni. És elsőnek. Gyerekek, nekem kijött a Brón vegyleje, most összeírta. Bokros Lajos, aki a Világbank egyik igazgatója, a horvát kormány állandó gazdasági tanácsadója lehet. Bokros horvát szakértőkkel dolgozta ki a kormány gazdasági stratégiai tervét, amely most kerül a parlament elé. A volt magyar pénzügyminiszter jelenleg a lengyel pénzügyminiszter tanácsadója is. Havas, te kávéztál a Világbankban a Bokrossal? Nem. Ő engem egyszer megcsokolt egy kormányülésen. És ebből lett egy kis Bokros csomag, ne? De miért, mert ez úgy történt, ez úgy történt, hogy azon a kormányülésen az volt az egyik nap... Nem szúrt a bajusza? De. Nem. Úgy történt, hogy az volt a kérdés, hogy mi történjen azzal a 15-18 milliárd forinttal, ami ezután marad meg, hogy a két gyerek után járó pótlék megszűnik, mert az egyik gyerek kilép abból a körből, ami után még járt. Tehát mondjuk 18 éves lesz, nem tanul tovább. Nem tudod érteni. Én rólatok próbálom leolvasni. És az volt a kérdés, hogy kapják-e a maradék egy gyerek után a szülők a pótlékot, vagy ne, és akkor Horn azt mondta, hogy akkor a pénzügyminiszter azt mondta, persze, hogy ne adjunk, illetve hát a gazdag családoknak, ne a szegényeknek, nem? Mert a Horn elkezdett üvölteni, hogy unja már a pénzügyminisztert, hogy ilyen homályos fogalmakkal dobálozik, mint gazdag szegény. Ott volt egy alkotmánybírósági döntés ezzel kapcsolatban. És akkor, akkor persze a szociális ügyekkel foglalkozó egészségügyi azt mondja, hogy adjanak, és akkor teljes volt a tanástalanság, és akkor megmondta, mit kell csinálni.
És te úgy nem állom, hogy hogy kerültem, hanem tagja voltam akkor a kormányban. Hány napig? Fél óráig volt benne a kormányban, minden lefogott. És utána a szünetben... Utána a szünetben odajött a Bokros, és megcsókolt és gratulált. Azt mondta, hogy végre egy értelmes. Mutasd ember. Meg a farkasház, hogy hogy csinálta. Csak hat napig? És ezt a haza kísért, vagy? És azóta se, levél se, telefon. Ebben a legszörnyűbb hír az, hogy csak hat napig volt kormánytag. Képzeld el, maradt volna még. Hány puszit kapott volna? De csak úgy oda ment hozzád, oda? Többen is adtak puszit. Na! Ez csókos kormány volt, gyerekek, hát ez feleg. Tényleg így volt. Na. Hát többit nem mondhatom el, hogy milyen napirendi pontok voltak, mert nemzetbiztonsági érdekeket sértenék. Nem, ó, igen, igen, igen. Súlyos titkok nyomják az én vállamat. Csodálatos. Addig jó, amíg benn van Harry. Csodálatos. Mi csak nézzük őt. A szombat vasárnap is volt? Volt egy vasárnap. Hát egy hétből csak egy vasárnap jutott neki. Következő vasárnapban szabad volt. Vasárnap rendkívüli kormányülés volt, mert nem végeztünk mindennel az először. Kupával volt valami? Kérdezem, én a Békesről hallottam. De azért csehákot iridlem, ha az is megcsókolt. Na, az, na, én nekem nagyon tetszik a csehák. Csehák, azt nem meséltem, amikor egyszer... Ne! Ne! Megöllek! Ha volt köztetek valami, megöllek! Olyan! Cukkolsz, Henrik, cukkolsz! A világ legnagyobb üzletét kitaláltam. Na. Írok egy könyvet, az lesz a cím, hogy a havason kívüli világ, és ilyen vékony lesz. Na jó. Bibliai hangos bemondó, megvan? Jónást várják a halban. Nem, ez jön belőle. Pista, ne haragudj rám. László. Ne haragudj rám. Most kérek bocsánatot. Uraim, a telefonszámú 06-3-82-21-44, a című Budapest 11-19, Fehérvári út 89-95, Budapest, az e-mail cím hetihetes@rtlklub.hu, a weboldal pedig www.rtlklub.hu. Remélem, jól szórakoztak, a viszontlátásra!